Aláírásgyűjtésbe kezdett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak szűkítése ellen. Az új ukrán nyelvtörvény tervezett drasztikusan leszűkíteni az alkotmány által garantált nyelvi alapjogokat, kizárólagossá téve az ukrán nyelvet a társadalmi élet minden területén. Az íveket hétfőtől lehet aláírni a KMKS alapszervezeti irodáiban. Az egy hónapig tartó akciót a Magyar Történelmi Egyházak is támogatják. Megkezdődött Kárpátalján a magyar szervezetek aláírásgyűjtése, mellyel az új ukrán nyelvtörvény tervezet ellen kívánnak tiltakozni. Mint ismeretes, az új jogszabály drasztikusan leszűkíteni az alkotmány által garantált nyelvi alapjogokat, kizárólagossá téve az ukrán nyelvet a társadalmi élet minden területén. Március 10-én lezárjuk az aláírásgyűjtést. Valamennyi magyarnak az aláírására számítunk, de bízunk benne, hogy Kárpátalján élő egyéb nemzetiségű, akár ukrán, akár ruszin, akár szlovák, de más itt élő ember is alá fogja írni ezeket az íveket, és március 15-én szeretnénk megküldeni nemzeti ünnepünkön szimbolikusan majd az ukrán illetékesek felé. Az akció célja a magyar nyelv használatának védelme Kárpátalján. Az érdekvédelmi szervezetek így módon szeretnék hangsúlyozni, hogy nem értenek egyet az ukrajnai nemzeti kisebbségek oktatási és nyelvhasználati jogainak szűkítésére irányuló törekvésekkel. Mint a koppenhágai kritériumokban is benne van az, hogy a nemzeti kisebbségeknek a jogai tiszteletben kell tartani, mint pedig az ENSZ által aláírt és elfogadott dokumentumokban, Ukrajna pedig ez a nemzeti kisebbségeknek az alkotmányos jogait sértés. Véleményem szerint a KMKS-nek ez az aláírásgyűjtő programja is azt erősíti meg, hogy a nemzeti kisebbségeknek össze kell tartozni, és hogyha nem az ukrán állam, akkor pedig a nemzeti kisebbségeknek kell kiállni a saját jogaikért. A tervezett új jogszabály értelmében tilos lenne többek közt magyarul kiszolgálni a boltokban, valamint a hivatalokban is csak államnyelven történhetne az ügyintézés. A helységneveket is tilos lenne más nyelven használni, a kisebbségi sajtót pedig ukránul is meg kellene jelentetni. Emellett betiltanák a felsőfokú intézményekben a nemzetiségi nyelveken történő oktatást is. Nem mindegy, hogy milyen jogokkal rendelkezünk, és azok a jogok, amik mai napra megvannak, azok nem szabad, hogy elveszenek. Ez ellen gyűjtjük az aláírást, hogy ne vegyenek el ezekből a jogokból. A tervezetet Kárpátalja kormányzója mellett több ismert ukrán politikus is provokációnak tartja. Az ügyben többször is tiltakozásának adott hangot a magyar kormány is. Ezt mi egy rendkívül veszélyes folyamatnak tartjuk, ami itt történik, és a magyar kormány és a Magyarország gyűlés is minden fórumon fel fogja emelni a szavát az ellen. A tervezet értelmében egyébként nyelvi rendőrséget is felállítanának, és akit törvényszegésen érnek, azt akár 200 eurós büntetéssel is sújtanák. A KMKS aláírási íveit a magyar lakta településeken az alapszervezeti elnököknél és az erre kijelölt pontokon lehet megtalálni. Emellett letölthető a szövetség honlapjáról is.